Tamási Város önkormányzata 1991-ben alapította meg a Rászoruló Gyermekekért Alapítványt, mely a városban érő, rászoruló, iskoláskorú nebulók életét hivatott segíteni. Számos forrásból gazdálkodnak, többek között a minden évben megrendezésre kerülő jótékonysági esten befolyt összegből, ahol a település diákjai lépnek színpadra, ismertette a szervező. Ez már egy több tíz évre visszatekintő rendezvény, amit mindig Tamási oktatási intézményei rendeznek meg. Óvoda, általános iskola, gimnázium és a VÁI szokott fellépni ezeken a rendezvényeken, és minden évben ezt a bevételt a Rászoruló Gyermekekért Alapítványnak gyűjtjük, és ők szokták ezt kiosztani az arra rászoruló gyermekek között. Elég változatos a műsoroknak a palettája, nagyon gyakori a táncos produkció, német nemzetiségi csoportok mind az óvodában, mind az általános iskolában vannak, úgyhogy ők rendszeres fellépői ennek a műsornak. Énekes, táncos produkciók vannak zömében, de idén egy picit színesedett ez a kör. Az ugráló kötelesek, ők mindig a finálé, ők azok, akik zárni szokták ezt a rendezvényt. Idén nagyon jó esernyős táncot is láttunk, ami egy plusz volt ezen a rendezvényen, ilyen még nem volt. Testdobolást is láttunk az általános iskolásoktól, ez is egy újdonságnak számított, és még az énekkarosok is készültek hasonló produkcióval is. Mindig úgy szokott kezdődni, hogy először nagyon kevesen szeretnének jelentkezni, mindig vannak fix fellépők, énekkar, óvoda, ugrálókötelesek, és hát szerencsére nálunk van egy olyan rendezvény, amit úgy hívunk, hogy mazsolalvató, és az ötödikes osztályok készülnek valami kis bemutatkozó műsorral. Ezt nagyon gyakran elő szoktuk adni a rászoruló rendezvényen is. Kezdetben mindig kevesebben jelentkeznek, aztán a végére egy picit felduzzad ez a létszám, úgyhogy ezért szokott elég hosszúra sikerülni ez az este. Nem csak azoknak volt módja a támogatásra, akiknek ideje engedte, hogy részt vegyenek a nagyszabású rendezvényen. Minden évben nagyon, nagyon magas a nézőszám. Ezt próbáljuk koordinálni több-kevesebb sikerrel, hogy mennyien érkezzenek. Úgy látom, hogy idén talán még többen voltak, mint a tavaly előtti évben. Ugye tavaly sajnos ki kellett hagynunk ezt a rendezvényt. Idén nagyon sokan voltak. Úgyhogy azt mondhatom, hogy látogatott, nagyon szívesen jönnek a szülők, nagyon szívesen nézik végig a többi produkciót is, nem csak a saját osztályt, saját gyerekek fellépését. Úgyhogy azt mondom, hogy a bevétel szempontjából is, a nézettség szempontjából, hát minden szempontból nagyon, nagyon sikeres szokott lenni ez a rendezvény. Támogatói jegyeket is mindig adunk ki előre, ami ugye azt jelenti, hogy aki nem tud megjelenni a rendezvényen, viszont szeretné az alapítványt egy picit szponzorálni, az megteheti. Mi most ötödikesek vagyunk, az ötödik A-osztály. Nagyon egyszerű volt rábírni őket a szereplésre, mert mindenki azt mondta, hogy igen, menjünk, szerepeljünk, úgyhogy nagyon lelkesek voltak ebből a szempontból. Egy tánccal készültünk, azzal a tánccal, amit a mazsolalvatóra is megtanultunk. És valóban megtanulták, nagy odaadással készültek a koreográfia összeállításával és annak megtanulásával az ötödik alsók. A Bad Liar című dalnak a jazzdance-es formájára adtunk elő egy táncot. Eléggé sokat készültünk, rengeteget is, és hát igazából olyan annyira nem volt nehéz a koreográfiát megtanulni, de egy ideig beletartott. Szerintem azért jó, hogyha segíthetünk a rászorulókon, mert akkor mi is boldogak leszünk, és ők is. És hát nem tudok többet mondani, mert ennyi a lényeg, boldogok lesznek, és mi is. Szerintem nagyon jó volt, meg hát ezzel sokat segítünk a rászorulóknak, és meg az volt az ilyen fellépésen, hogy nagyon gyorsan elment, hogy mikor próbáltunk, olyan hosszú volt most, meg így az előadáson olyan rövid volt. Meg alig lehetett észrevenni, hogy úgy elment az idő, mert olyan jó volt az egész előadás, meg minden. A Tamási Oktatási Intézmények közreműködésével idén is sikeresen zárult az a jótékonysági est, melynek bevételéből a helyi rászoruló gyermekekért alapítvány támogatja azokat a diákokat, akiknek erre szüksége van.